Tisztelettel köszöntöm Önöket, az Összefogás Újbudáért Egyesület elnökeként. Nagyon köszönöm, hogy ezen a koranyári kiránduló napon az irodalmat és bennünket választottak. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy számban megjelentünk, és szeretném köszönteni az alkalom főszereplőjét, akinek bemutatkozására ma itt összegyűltünk a Szemlélődők Irodalmi Eredetű Irodalmi Est sorozat keretében, Lugosi Babett novellistát. És megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm, és köszönöm egyben, hogy elfogadta meghívásunkat, Nógrádi György professzor úr. Aki Babett vendégeként és egyben beszélgető társaként lesz ma részt itt a mi alkalmunkon. Kezdjük csoklom, jó estét kívánok! Furcsa helyzetben vagyok. Egész életemben azt szoktam meg, hogy engem kérdeznek, most fordult a helyzet, én kérdezek. Ez egy órával előbb idejöttem, hogy egyeztesek Babettal, mire azt mondta, hogy képzeljem el, azt álmodta, hogy én bejöttem, azt mondtam, az a feladatom, hogy Lugosi Babettet bemutassam, itt van Viszlát, és erre elájult. Na most nem mondom ezt, tehát nem kell elájulni, viszont Lugosi Babett egy rendkívül sikeres, termékeny írónő, sorra jelennek meg könyvei, és egy picit erről beszélgetnénk. Az első az lenne, hogy emlékszel még arra, hogy hogy ismerkedtünk meg, és egy picit mutasd be magad az életed, munkásságod és annak folyamatát. Mindenek előtt nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nekem megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy a kerület is vendégül lát. Az pedig, hogy Nógrádi professzort felkérhettem, és elfogadta a meghívást. Némi magyarázattal tartozom, mert nem a novellás köteteim miatt van itt, hanem ahogy nálunk Szabolcsban mondják, a végén csattan az ostor, a novellista írásaim után egy olyan terepre tévedtem, ami nekem idegen. Nem mondom meg, hadd legyen a végén titok, hogy melyik az a terület, ahova elkóboroltam, és ahhoz a témakörhöz nem hívhattam lakatost, agysebészt, hiszen a téma irányultsága nagyon is meghatározta, hogy ki az, akit tisztelettel fölkérhetek, úgyhogy köszönöm. Én köszönöm. Ahol viszont mi találkoztunk, az a Magyar Honvédség Nemzetközi Katonai Kapcsolatának a protokoll igazgatósága, ahol dolgoztam, és Vitéz Galgó László volt a főnököm. Hihetetlen, hogy a protokollistákon és a delegációs programokon akkor kellett meglepődnöm, ha Nógrádi professzor nem szerepelt, hiszen az előkészítési folyamatokban ő tevékenyen részt vett, úgyhogy abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a főnökömhöz gyakran érkezett, illetve az objektumunkba, és az első időkben remegő kézzel vittem be a kávét, csak úgy csörömböltek a kanalak, hiszen én egy ismeretlen helyről kerültem oda, a BHG-ba volt az előéletem, és ha ott nem szedtem volna magamra annyiféle tapasztalatot különböző osztályokon, az iskoláimmal és az előképzettségemmel és az ottani kollégák nagy-nagy toleranciájával, segítségével nem állhattam volna meg a helyen. Egy megjegyzés, a szénapban az időben jó beszéltem nyelveket, ez egy baromi nagy dolog volt, ez ma semmi. Ma mindenki, vagy egyetemet végzett gyereket, két-három nyelven jönnek ide, hogy annak idején úgy tudtam németül, hogy magyarul. Volt ilyen év, hogy 20-30 katonai delegációval kellett kimennem, ez a Német Egyesülés körül időszak. Bonnban a Védelmi Minisztérium mellett volt egy hotel, a Novotel, ahol reggeltől estig tanítottak minket a németek. És meg kell mondani, hogy bármit kérdeztünk, a németek válaszoltak, rendkívül korrektak voltak, soha nem kértünk pénzt, információt kértünk, és ezt megkaptuk. Kérdés, mi volt a beceneved neked a honvédségnél, ha még emlékszel erre? Hát ne is arra, ugye erről nem beszéltünk. Igen. A Sivára gondolsz? Nem, őrmesterre. Bocsánat. Azt hittem, hogy a Ezergadú Sivára gondolsz, az, az a másik állítólag egyszerre kávét főztem, gépeltem és telefont kezeltem. Hát, a Babett őrmester az
kimaradhatott volna, mert hogy ritka az az őrmester, aki mindig úgy kezdi, hogy kérem szépen ezt, és köszönöm szépen. Úgyhogy korrigálhatok? Persze. Udvarias őrmester. Így el tudom fogadni. Nagyon ritkán járok vissza, de az, hogy ennyi időtávlatából még néhány kollega ma is a nyakamba esik. De miért nem inkább olyanról beszélünk, hogy amikor 7 év szolgálat után eljöttem, a portás bácsi hogyan köszönt el, mert az megmelengeti a szívem. Azt mondta a portás bácsi, hogy Babett, maga nélkül ez a hadsereg már. Ez a hadsereg nehéz helyzetben volt a rendszerváltáskor, erről rengeteget tudnék beszélni. A jelenlegi helyzetben viszont kezd átalakulni. Kérdésem, milyen művészeti ágak felé mentél, miket értél el, mi a vágyad? Hát az első dolog az, hogy ugye a BHG is nagyon nagy cég volt, hihetetlen sok ember. Ott is már kacsingattam, hogy festek, szobor készítés érdekel, de ez sem a BHG-ban, sem a hadseregnél. Mégsem mondhattam az két delegáció között, hogy bocs, pingálok egyet. Amikor főnököm egy jogállományba helyezték, kezembe vettem a sorsom, visszavettem a lánykori szakmám, pedig különösként ténykedek. Na most emellett az életvitel mellett van idő arra, hogy a tanyánkon ültessem a fákat, megszállottan, hiszen semmit nem csinálunk félgőzzel. Akadt némi kerítésfesték, ajtófesték, zománc, mi egymás, és én megpróbáltam azokat a festékeket fölvinni egy faros lemezre. Napraforgót készítettem, a mai napig a szobánk falát díszíti. Nagyon beképzelt majomnak tűnhetek, de az én kedves napraforgóm ezzel a válogatott maradék festékkel nekem jobban tetszik. Bár a Van Goghnak a értékét elfogadnám, de próbáltam virágcsendéleteket, tájképeket, illetve egy sajátos tragédia kapcsán fölrobbant a cserépkályánk, újraépítettük. Az udvar közepén megmaradt egy adag agyag, és én nekiestem, abból készítettem szobrot. Hát inkább azt mondanám, hogy karikatúrát. Vannak itt fotók, szeretnék én körbeadni, és az egy dolog, hogy én nekiláttam és festegettem, szobrászkodtam, de az én igazi utam nem az volt, ez csak egy kirándulás volt. Adok néhány képet, ha tisztelettel megkérem, hogy egymásnak körbeadják, akkor bele lehet látni az életembe. Látom. Köszönöm szépen, én egy-két megjegyzést hagytják, még ez a fordító szerepkörbe. Nem tudom, hogy tudják-e önök, hogy ma Magyarországon 3500 nyilvántartott festőművész van. Ebből kb. 3 él jól, a maradék 3497 nem. Ez egy szörnyű nehéz dolog, hogy egy kis ország el tud-e tartani 3500 művész, szerintem nem. És azért minden művész 20-szor annyit kér véleményem szerint, mint amit a képe valóban ér. Ez újra nehezíti, hogy bárki vegyen, tehát ez egy más kérdés. A másik megjegyzésem az, hogy a fiat hogy hívott? Milyen becenevet adott neked a fiat? Hova? Hát, gyermekem egy kicsit 40 éves, és pimasz. Először is nem anyunak hív, vagy nem édesanyának, hanem Banyu. Banyu a becenevem, de ezt oly kedvesen teszi, hogy elfogadom tőle. A másik dolog, hogy szokott hívni Bongyolkának. Hozzászokott, hogy a hivatali időszakomban mindig föltopíroztam a hajamat nagyra, és egy ízben éppen piacra lapos fejjel indultunk, amikor rám szólt a gyerek, hogy anya, nem tudnál magadnak akkora fejet csinálni, mint amekkora szád van? Erre gondoltál? Igen. Illetve van még egy dolog, hogy az osztálytársaival moziba akartak menni, és én szóltam, hogy mehettek gyerekek, itt a zseppénz, de előtte le kell menni a tejért, kenyérért, föl kell mosni a körfolyosót. Ők tették, amit én szépen kértem és köszöntem, és a konyhaablak nyitva volt, és hallottam, hogy az egyik gyerek megkérdezte, hogy Mandil, és mehetünk végre moziba? Vagy még a dirig, aki talál valamit? Ez volt a másik? Igen, igen.
Nem jó, ha ilyen sokat tud az ember vendége, mert belehozza a zavart és a pirt az arcába, úgyhogy remélem, hogy több ilyen meglepetéssel nem szolgálsz, mert a végén elsüllyedek, holott emelkedni jöttem. Köszönöm, biztos, hogy emelkedni fogsz. Én annyit hagyjuk, hogy baromi furcsán érzem magam. Egy nappal ezelőtt hajnalban jöttem meg Egyiptomból. 440 kilométert hajókáztam a Níluson, csodálatos szép volt. Ma reggel már a tévébe kellett menni, nem szoktam kávézni, most viszem a második kávémat. Elég fura volt, 20-valahány órás utazás a Nílustól hazáig, de csodálatos volt. A következő kérdésem az lenne hozzád, hogy rendkívül talányosak a könyv címeid. Melyik könyvednek milyen címet adtál és miért? Hát tulajdonképpen azt gondolom, hogy engem a cégeim és a családom is arra tanított, hogy próbáld meg ügyesen elleplezni, hogy mihez nem értesz, és keresd meg, hogy kiktől lehet megkérdezni a hiányosságait. Amikor elkezdtem írni, akkor az első könyvemet a gyermekemnek írtam, a 30 éves a prófétám, van itt egy ilyen, bocsánat, felmutatom. Nagyon szerettem volna neki valami emlékezeteset adni, és hát, hogyha Illésnek hívják, akkor nekem ugye személyes saját profétám van, és ő tényleg akkor 30 évesként, ennek 10 éve egyébként, hogy megalkottam, úgyhogy ez adott volt, és én nagyon szeretnék mindenkit buzdítani arra, hogy a saját családtagjaiknál, gyerekeknek, unokáknak, óriási ajándék. Én a saját tapasztalatomból láttam, hogy a gyermekemnek ez mekkora örömet okozott. Minden családban ott vannak azok a tündéri, óvodás, bölcsődés, felnövekvő történetek. És igenis, egy kerek évfordulóra, egy 20-ra, egy 50-re, ha megkaphatják, akkor az egy csoda. Annak is, aki adta, és aki kapja, annak pedig örök emlék. Úgyhogy mindenkit buzdítanék arra, hogy írjon. Ez volt a prófétám. A családi ismeretség révén megpróbáltam a készülő könyvemhez 3-4 cím volt, és mondtam, hogy érdeklődöm, hogy vajon melyik lenne a legideálisabb. És elküldtem valakinek a tervezett 3-4 címet, hogy kérek szépen visszaigazolást, hogy melyik lehet jó. Felolvasom. Kedves Babett! Köszönöm értékes sorait, a mellékleteket. Megértését kérem, hogy eddig nem válaszoltam. Nem jutottam hozzá, hogy figyelmesen elolvassam, így kérdésére, hogy mi legyen a kötet címe, nem is mertem volna választ adni. Ha szabad javasolni, legyen az eltörött mennyasszonyi ruha a cím. Kedves családjukat nagy tisztelettel köszönöm, most San Paulóból, ahol néhány napot az itteni közösség ügyeivel foglalkozom. Azt hív föl apát. És ővele azért folyamatos a kapcsolattartásunk. Ezt már is leteszem. Egy picit türelmet kérek. Köszönöm, szépen. Köszönöm, néhány megjegyzés. Az Astrid főapát ura jobban járt, mint velem, azért szeretném elmondani. A másik megjegyzés, ami szóba jöttek a könyvek. Én minden évben írok egy könyvet. Itt van az egyik, a 40 év alatt a föld körül. Ha bárki kérje, a végén dedikálom. Eddig 50 ezer példányba fogyott el, tehát elég jól állok. A másik, ami egy évvel ezelőtt jött ki, a Szerencsét volt túléltük, az egy biztonságpolitikai könyv, hogy én hogy látom a világot. Elvégeztem a Német Vezérkari Akadémia egy kurzusát, elvégeztem a NATO akkori 99-ben legnagyobb, legmagasabb iskoláját. Rengeteg élményem volt, ezt leírtam. És az utolsó könyv, ez 30 ezer példánynál tart. Az utolsó a Városligettől Zanzibárig, ezt a címet adta a kiadó. A Városliget ott nőttem föl, állítólag látszik rajtam. A Zanzibár pedig ott nyaraltunk egy évvel ezelőtt, és jöttünk haza. Ő rendkívül ellentmondásos. Tehát az ötcsillagos szálló csodálatos, ahogy kilépek, vége a világnak, tehát az egymás világ. Ha bárki kérje, a végén nagyon szívesen. A következő könyvem az Életem vágya volt, Németország, készen van. Pár héten belül leadom, azt várom, hogy ezekből a könyvekből fogjon, és utána a kiadó azt ki fogja adni. Na, ennyi volt a reklám helye. Következő. Te elkezdtél foglalkozni Európa védelmével. Miért? Mi a célod? Hogy látod? Hogy állsz a kérdéskörbe? Hát, ez egy nagyon érdekes dolog, mert addig, míg a novelláimat gyártottam, eltörött mennyasszonyi ruha, nyírségi történet, jött egy illatos kattinga, szintén ugye találós cím,
Ebben úgymond otthon éreztem magam, valamint még egy utolsóba is, egy gyerekkori találmányom, a vízszintes fagylalt, szintén megörökíti a családi és a térségbéli történeteket. Egy dal indított el, konyhai ténykedésem közepette hallgattam Varga Miklóstól a Vén Európa című dalt, és jött egy ötlet, hogy milyen szép ez a dal, de Európát most folytogatják. Úgyhogy én elkezdtem ezt a gondolatot úgy megérezni, hogy kinek lenne ez való, mert hogy nem vagy nekem való, ez sugallotta ez a cím. És újságíró közösségünkön belül történészeknek, irodalmároknak, politológusoknak megpróbáltam udvarolni, hogy ezzel a címmel kezdjenek valamit. És mindenki azt mondta, hogy rázós téma, nagyot lehet vele bukni. Nem értettem, hogy miért nem akarunk cselekedni. Egyszer már jártam így életemben nagyapámnak a kedvenc mondását, 30 éven keresztül kínálgattam. Úgy hangzott, hogy ültessünk fát és lelki ismeretet. Próbáltam odaadni iskoláknak, csapatoknak, zöldeknek. Többen azt mondták, hogy félünk ettől a mondattól, hogy ültessünk fát és lelki ismeretet, pedig mind a kettő. Na szóval, az a mondat se kellett, az Európa védelmi dal sem esett tőlem messze, mert két irányból jött a fejembe a támadás, már teljesen zakannak éreztem magam. Az Európa védelmi könyvet megírtam, olyan lett, amilyen lett, de ugye itt nem ért véget ez a történet, mert a belsőm, a lelkiismeretem az sarkalt arra, hogy egy dallammal küzdjek. És nálad jobban senki nem tudja, hogy ebben nekem nincs tapasztalatom, mégis belevágtam. Köszönöm, itt elhangzott néhány megjegyzés, arra azért reagálnék egy, a nejem tényleg fest. Ő a 3500-ból az a 3497, aki ebből nem tud megélni, csak volt egy Kosztolányi nevű tőzsdát guru, nem tudom, emlékeznek rá, kb. 3-4 éve halt meg, aki azt mondta, hogy nagyon jó a családban, van egy csodálatos festőművész, ha van egy kutatóorvos, ha van egy mérnök, csak legyen egy tőzsdés, aki ezeket eltartja. Na most, amíg nálunk így állunk, addig a nejem nyugodtan festhet, járja a világot, rengeteg kiállítása van, fest kb. 15 éve, és 15 év alatt kb. Leadott 3 festményt, a kisebb képeit azt hiszem 80 ezeré, a nagyobbat 240 ér. Tehát ha ebből kellene megélnünk, a vásznat sem tudnánk megvenni, ez egy csodálatos dolog. Európa. Ez egy szörnyű nehéz dolog, és én aktuál politikában nem akarok belemenni. Ha valaha meghívnak önök, és majd a Babett kérdez, akkor erre rátérek. De egy mondatot szeretnék elmondani. Van egy férfi, nem tudom, emlékeznek rá, német külügyminiszter volt, és még egy év a német szociáldemokrata párt elnöke, az Ingmar Gabriel, aki tartott egy előadást pont egy évvel ezelőtt a világ legfontosabb biztonságpolitikai fórumán, Münchenben, a Verbunden, és a következőt mondta, hogy lehet kisebbszerestelni megérteni azt, hogy Európa vegetáriánus. És nagyon szépen kérjük az USA-t, Kínát és oroszokat, hogy ne akarják Európát felzabálni. Nekem rendkívül érdekes volt ez a mondat, és megírta az emlékiratait a Gabriel, én mutattam be a magyar sajtóba, két érdekesség van, egy, ugyanezt leírta. Tehát ez nem egy pillanatnyi elhatározás volt, hanem ezt komolyan gondolta, és kettő, a könyve 34. oldalán azt írja a Szociáldemokrata párt elnöke, hogy köszönjük Orbán Viktornak, hogy megépítette a kerítést, mert ez lélegzetvételi szünethez juthatta Németországot. Baromi érdekes volt, ezt egy jobboldali politikus írja, akkor rendben van, ezt a baloldali párt akkori vezére, tehát a Szociáldemokrata vezér jutotta be. Bocsánat, igen. Kerítése. Meg kell ragadnom. Kérem szépen, tudják-e, hogy amikor itt megindult az óriási városáradat, ki volt az, aki első ízben erről a bizonyos kerítésről álmodozott? Újjal mutogatok, méghozzá mind a két kezemmel, mert igen, kérem, a professzorom volt, akitől ezt először hallott. Visszaadom, és bocsánat, hogy megzavartam. Kösz, akkor erről a sztori annyit, hogy 9 nap előbb mondtam, hogy kerítés kell építeni, mint a magyar kormány. Másnap az a néhány baloldali és liberális lap, amelyik eddig ténylegesen a riportjaimat kérte, leírta, hogy hülye vagyok. Na most ez egy baromi füles dolog, amikor valaki írásban látja, hogy hülye. Leírták azt, hogy soha életemben nem publikáltam, hát olyan évi 120 publikációm van.
A Magyar Nemzetben van egy saját rovatom a Lugasba, hétvégi mellékletbe. Rengeteget publikálok külföldön. Most az, hogy kivél ki, nem ez nézőfog dolga. Viszont nem tudtam, hogy kijelentett föl az egyik legjobb barátom. Tehát ez egy nem fura dolog, hogy mi ma a tisztesség, nem tisztesség, stb. Túl vagyok rajt, nem esett jól, és hát fehér ember nem fele, egy pont vége. Én fenntartom a véleményem. Én ma a politikusok jelentős részét tanítottam. Ez koromból adódik, ebben semmi különös, nincs jobb oldal, bal oldal, stb. És az egyik párt parlamenti képviselője oda jött hozzám, aki a diákom volt, és azt mondta, hogy Gyuri, hogy tudtál ilyet mondani? És aki ide figyelj, ti, nem mondom meg a párt nevét, X párt vagytok. Az Egyesült Államokban a 90-es évek óta tűzparancs van a mexikói határon. Demokraták, republikánusok egyaránt ezt csinálták. Valaha tiltakoztatok, itt ért véget a beszélgetés, pont vége. Tehát ez érdekes, de ez nem az én fórumom, pont. Nagyon sokszor, ha szó esik arról, hogy milyen könyveim vannak, annyit szoktam mondani, hogy a mentoraim között olyan nagyszerű embereket említhetek meg, mint Placid atya, Jókai Anna és dr. Kállai Emil atya. Annácskáról egyetlen egy képen van, amikor én megkérdeztem őt, hogy milyen módon, mire figyeljek oda az írásaimmal. Akkor onnan röviden úgy summáztam. Tetszik neki, amilyen módon felvezetem ezeket a vidéki, nagyszerű emberek szegény, de boldog időszakát. Keresztényi, katolikusi mindennapokról írok, és nem azért, mert 11 évvel ezelőtt az már tudtam volna, hogy divat hullám lesz és meglovagolható, hanem ott valóban ilyenek voltak a mindennapok. Placid atyával kapcsolatban nagyon sok fényképet adok hátra, de tisztelettel kérem, szeretném vissza is kapni. Placid atya elismerő szava és gondolatai könyvről olvastam írását, gratulálok. Minden sorából érezni tehetségét, de egy kérésem volna. Jobban össze kell fogni a témát. A novella mindig egy témáról szól és rövid. Köszönjük Placid atya, a dr. Lahavzan Placid. Köszönöm szépen. Placid atyához véletlenül kerültem egy betegségem kapcsán. Ő rávilágított, hogy a lelkem volt beteg. Nagyon szerette az írásaimat, és sok gondolatot próbáltam tőle átvenni. A harmadik mentorom ugye Kállai Emil, aki, mint tudjuk, piarista, szerzetes és rendfőnök volt. Ha visszatekintek azokra az időkre, hogy kik milyen tanácsokkal láttak el, akkor ennek a három embernek köztudomású, hogy a magyarság, a kereszténység óriási érték, és ezekért dolgoztak hosszú évtizedeken keresztül. Én sem tehetek mást, a családi millió, a belső gondolatok, a lelki világ, az predesztinál, és nem tehetek mást. Ha nincs kellő tapasztalatom, akkor örülök neki, hogyha terelgetnek az utamon. Megpróbálok ebbe a témakörbe gondolkodni, és nem győzöm hangsúlyozni, nem azért, mert divat hullám, hanem mert ez a belsőből fakad. És azt gondolom, hogy a nagyapámnak a mondata is el fog kelni, ha nem kellett másoknak, felhasználom magam, hiszen idén abban szerencsében van részem, hogy két könyvem is van előkészület alatt. Az egyik ültessünk fát és lelkiismeretet, a másik pedig növesztem a ruháimat, varrással kapcsolatos szaktanácsadás. Na most, ilyen téren, hogy visszakanyarodjunk Európa védelméhez, egyértelmű, mindannyian tudjuk és érezzük, hogy mennyire fontos, hogy a mindennapjainkban a hírforrások miként érkeznek hozzánk, mennyire hitelesek. Végtelenül jól esik, ahányszor csak hallom a kommentjeidet. Közérthetően ott vagy mindannyiunk otthonában, és nagyon szeretjük az általad felvezetett megvilágításokat, hiszen a politika és a nagyvilág dolgába nekünk egyszerű embereknek elég nehéz eligazodni. Szeretnénk, ha nagyon sokáig kaphatnánk tőled még ezeket az értekezéseket, de maga a ti, hogy én ebben úgy csöppentem bele,
hogy belső kényszerből. Mondd kérlek, megvetendő, hogyha az egyén próbál szerencsétlenkedni? Mit tehetünk mi, ha van egy gondolatunk, milyen fórumokhoz vihetjük el? Mert úgy látszik, hogy én nem tudtam megtalálni ezt a csatornát. Szeretnék választ kapni, hogy hogyan védekezzünk a fals hírek elől, mire figyeljünk oda a világ dolgaiban mostanság. Köszi, lehet, hogy amit mondok, nem lesz túl szimpatikus. Ahhoz, hogy ma bárki szerepelni tudjon, ahhoz napi 2-3 órát tanulni kell, anélkül nem lehet. A második megjegyzésem az, hogy ismerni kell a legújabb szakirodalmat. Tehát nem lehet úgy kívülni, hogy nem olvastam el a legújabb amerikai, német, bármilyen szakirodalmat. Rengeteg a külpolitikai rendezvény Magyarországon és a világban. Én 10 éven keresztül a rendszerváltástól német egyetemeken voltam, és ha már én kaptam a szót, akkor hogy mondjam el, hogy ezt a könyveimben leírom. Nekem egy hihetetlen érdekes élmény volt, hogy életem első és utolsó ösztöndíját a rendszerváltástól kaptam 3 hónap Németországban. És a magyar nagykövet kapott egy meghívót a liberális párt rendezvényére, akkor talán emlékeznek még ezekre a nevekre, hogy Walter Scheel, egyel később Hans Dietrichsen, és meghívtak a liberális párt rendezvényére, az Ebengebirgére, ez volt egyik csodálatos előhelye, és elmentem 39 évesen, és ott egy 80 éves néni fogadott, én nem tudtam, mi a párt tiszteletbeli elnöke, és a néni mondta, hogy üljek le a fotelba. Mondtam, hogy dehogy ülök, hát csak nagykövetek és kormánytagok voltak. 10 fotel volt, mondom, hogy a szovjet és amerikai nagykövet állt, hát nem. Leültem. A néni egész este úgy bánt velem, mint a nagymama a hülye unokájával, és bemutatott mindenkinek. Az egyik, akinek bemutatott, a felsőoktatási államtitkár volt, egy 60 év körüli szimpatikus pali, és ő azt mondta, hogy menjek át, és ő bemutatta a német akadémia elnökének. Egy 39 éves adjunktusnak ez egy őrületes dolog, és kiderült, hogy a Német Akadémián úgy vannak az ülések, hogy 20 embert hívnak meg, ezek alapban ülnek, biztonságpolitika a témán, külügy, belügy, titkos szolgálatok, kancellári hivatal, hihetetlen nevekkel, és kettesbe szereplünk, egy órát beszél, ő egy órát él, és utána este kérdeznek. Hollywood is pénzt adtak, 89 körül 1500 márkát, amikor Hollywood is nyugat-német márka, amiről rákérdeznek. Akkor megkérdezték, hogy vállalok-e így előadást, aztán elállok, 7 órai pénzből lehetett egy 8 km-es golfot venni, 8 órai pénzből lehetett egy 3-as BMW-t venni, 0 km-es, tehát őrületes dolog volt, és elkezdtem kint tanítani. Én voltam a második magyar, aki eljutott a NATO-ba, én tartottam előadást a Bundeswehrbe, megtámadtuk az NDK-t szárazföldről, tengerről, fantasztikus élmények voltak, és mindig tanultam. Most jöttem haza Egyiptomból, nem volt olyan nap, hogy legalább 2 órán át ne a híreket olvassam. Aki egyszer elmaradt, az nem tudja ezt behozni. Én egyszer buktam, én eljött a 70-es években, mentem előadni Miskolcra, és időközben történt valami, Trabanton volt, rádió nem volt benne abban az időben, és történt valami Szíriában, és én nem tudtam róla. És én valamire szégyeltem magam, hogy van pofám így előadást tartani. Ezek nagyon-nagyon érdekes kérdések. Én ma reggel a tévébe kezdtem, mielőtt elmentem a tévébe, hiába jöttem haza, egy nappal ezelőtt átnéztem, hogy ilyen mi történt. Nem vagyok hajlandó ilyenek lenni. Hétfő reggel kezdek a tévében Annegret Kramp-Karrenbauerről, tehát aki jelenleg a CDU elnöke. Végig olvastam mindent róla, és én vasárnap este végig fogok miért mindent nézni az elmúlt néhány órában, mi történt, hogy ez ember ne legyen ilyen. Ez egy ugyanolyan terület, mint az orvos, a mérnök és nagyon sok egyéb. Van köztük jó, van közepes és van gyenge. Mindenki tudja, hogy ki a szakmában az, aki nulla, de ez nem az én feladatom kimondani. Van néhány fiú, aki tényleg tehetséges, de a kérdés az, hogy mennyire tud beszélni. Tehát ezek nagyon összetett dolgok. Van olyan ember, aki rendkívül jól ír, de elég gyengén beszél, és ugyanezt fordítva. Én évtizedeken keresztül utáltam írni. Én nagyon sokszor elmondtam, hogy teljesen véletlen doktoráltam, apám oda jött hozzám 74-ben, hogy meg kéne írni a doktorit. És azt mondtam, hogy nem írok doktorit, ez egy baromság. És apa azt mondta, hogy tudtam, hogy ezt mondod, ezért a Berkel tanszékről es megírja a doktorit az 5000-ért. És mondtam, hogy 5000-ért én is megírom. 74-ben az egy elég nagy pénz volt. Megírtam, megvédtem, apám odaadta, mi a következő kandidátus. Így hányszor nehezebb? 3-szor, az a 15. Bementem az akadémiára, hogy kandidálni szeretnék, úgy kirúgtak, hogy 28 év alatt nem lehet. Tehát kivettem a zsebemből pénzt. De én tényleg imádom a melómat, és a hobbim ugyanaz, ami a munkám.
és ez így élvezett, és nem érzem a fáradtságot. Hétfőn este még tartok egy előadás Kiskunházházán, hétfő délelőtt a Habsburg főhercegkel leszek a Károllyal, és viszem néhány programra, kedden pedig tudok Erdélybe előadást tartani. Szóval nagyon szeretem az életem Mázdinban, és a válaszom az, hogy őrületes nehéz az összefüggéseket látni. Az amerikai politikában rendkívül sok olyan ember van, aki meghatározó. Ezeket olvasni kell. És nekem a mázném az, hogy elég öreg vagyok ahhoz, hogy én a 60-as évek óta az amerikai politikát figyelem, elemzem, tanulom, és nagyon szeretem. Pont, te jössz. Először is nagyon jó volt látni, hogy professzorom megtámadta az asztalt. Köztudomású, hogy ő ritkán ül előadás közben, hanem innen, látványosabban, kényelmesen, úgyhogy meg is ragadtam a lehetőséget, és készítettem fotót. Nagyon örülök neki, hogy ez benne lehet a telefonomban. Azt hiszem, hogy kezdőíróságomnak a csúcspontján vagyok, hiszen eljött 10 éves írói munkásságom után az a pillanat, amikor már nem lehet hova tovább, hiszen, amint az elején mondtam, az Európa Védelmi Könyv és Dal kapcsán nem hívhattam mást, hiszen specialistát találtam, ő elfogadta a meghívást, és ha már ennyi szó esett erről a dologról. Nagyon szeretném, hogyha meghallgatnának belőle egy kis taktust. Adok egy szöveget közben. Te hallottad ezt a dalt, Ráda Gyuri? Milyen érzésekkel? Azt hitted, hogy meghibbantam? Milyen gondolatod volt, amikor itt újabb oldalamról voltál kénytelen megismerni, mert nagy teher vagyok. Nem csak a családomnak, hanem neked is. Egy, nem vagy nagy teher. Kettő, ez egy nagyon szép dal. Itt rengeteg dolog van meg. Az egyik az, hogy aki írta, ismerte országosan. Nem. Ezzel nagyon nehézé teszi a saját befutását. Kettő. Én azt mondtam, hogy ezt el kellene játszani nélszor rádióba, tévébe ahhoz, hogy ez elfogadott legyen, hogy ismert legyen. Ezek nagyon nehéz dolgok. Tehát én szeretném elmondani, ma a szövegírók élet-halálharcot vívnak azért, hogy ki tudja a slágerét eladni. Én az összes rádió és tévészereplésemet ingyen csinálom, és valamira jól érzem magam. Múltkor megírták róla, hogy mennyit keresek, amióta Fidesz kormányban. Ugyanannyit, mint a 70-es évek óta, semmit. Életemben 3-szor kaptam pénzt rádió TV szereplésért, tehát ha ebből kéne megélnem, akkor úgy élnék, hogy a neim a festményeimet, festményei eladásából. A válaszom az, hogy te tehetséges vagy és jó fej vagy, meg kell találni saját magadat befuttatni, ami egy teljesen más mesterség. Tehát te mondtad azt, hogy a bankó, tessék megnézni a bankók nyomorba halnak, tessék megnézni a leghíresebb festőművészek, akkor lesznek híresek, amikor meghaltak. Ez rád nem vonatkozik. Én még sokáig szeretnék itt lenni köztetek. Tiad a mikrofon és tiad a dal. Tiszteletem, kérdés szépen egy zenei indítást. Szeretném, hogyha meghallgatnád, hogy egy versszakban milyen módon tudtuk összehozni. Orgona és hegedű kíséret lesz. Az én belső meggyőződésem, hogy sír az a hegedű. Nem biztos, hogy jó szavakat tudtam találni, én így tudtam megoldani. Az első versszakot halljuk pillanatnyilag. Mindenki a helyén maradt. Nagyon jó volna belelátni a fejükbe, de még jobban a szívükbe. Én mindig elérzékenyülök
saját magamtól ugyebár, mert tudniuk kell, hogy ugyan gyerekkoromban tanultunk zongorázni, és van egy hegedűm is, de sajnos én kottát sem olvasni, sem írni nem tudok. És amikor jöttek ezek a dallamok és a szöveg hozzá, akkor én már nem rohantam senkihez, hiszen a szomorú tapasztalat az, hogy úgysem kellek, old meg magad. Hát én tovább mentem, és a baráti környezetemben, akiket hallottunk, opera énekes hang és egy síró hegedű. Nincs zenei háttér, de ha megnézzük a második versszakot, akkor azt mondom, hogy itt az ember kereste a szavakat, nem igazán van nekem ebben gyakorlaton, hiszen semmi olyan előéletem, mint a második sorban látok valakit, Bradányi Iván, szeretettel köszöntöm. Bár ez nekem meglepetés, nagy tisztelettel érdeklődhetek? Milyen érzéssel hallgatta? Mit rontottam el? Mit kellett volna másképp csinálni? A zenét vagy a szöveget? Én három része osztottam az életemet, és most érem magamban is. Mindenre kíváncsi. Én minden, amikor Magyarországra nem tehettem be a Azt hiszem, hogy van mit megírni valamennyiünk családjába, bátran ragadjunk tollat, és vigyük ezeket a morzsákat tovább-tovább, hogy tényleg minél többen őrizzék oda-haza a családi történetet. Nem adtam fel, kitartó voltam, és megütöttem végre azt a színvonalat itt az európai kérdéssel, amire nem győzök hálás lenni, és egy élet is kevés, hogy megköszönjem, hogy eljött és itt van velem. Na most eljutottam oda, hogy az utolsó versszak, hát ugye tudjuk jól, hogy nem 1000, hanem 1100 év pontosan, ki lehetne számolni percre pontosan, de ritmikailag nem jön ki. Úgyhogy utolsó versszak. 1000 éves nemzetünk, ideje, hogy ébredjünk, védjük meg életünk, azt kívánjuk, hogy legyen Európát védelem, szűnjön a veszedelem. Van nálam egy oklevél, felolvasnám. Oklevél Lukosi Babett részére, aki az Apostrof kiadó és a Korvin Művelődési Ház 2018. évi novella pályázatán az Eszmélés című novelláért külön díjban részesült, aláírás. Gratulálok! Én köszönöm, hogy eljöttem. Még egyszer, ez egy nagyon fura dolog volt a túloldalról lenni és kérdezni. Ha bárki kér a könyveimből, dedikálom és szívesen adom. És hétfőn még szerepelek a tévében, és utána Kossuth Rádióban, utána 2 RTI, utána hazajöttem, tudom, lesz néhány szereplésem. Április 5-én elutazom 2 hétre Dél-Ázsiába, utána itthon vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Kezdjük. Óriási megtiszteltetés, hogy egy pedikőrös paciensemnek köszönhetem, hogy magával hívta és hozta Bradányi Iván urat. Itt a közönség soraiba meghatódva fedeztem fel, hiszen hihetetlen sok dalt köszönhetünk. Egy ország hevert a lábai előtt a dalai kapcsán, és Cserháti Zsuzsától kezdve Máté Péteren át nagyon-nagyon sok dalt köszönhetünk neki. És egy operaénekes még. A Gregorióskától kezdve mindenki, rengeteg. Azt hiszem, ha azt mondom, hogy kinek írtam dalokat, akkor van egy jó válaszom. Kondzs Zsuzsát leszámítva, nem mintha nem lennénk barátok, de mondom, nincs más. Van akinek csak egyet vagy kettőt, van akinek Kordályé Zárai Vámoséknak 50 éven át írtam, legalább 150, szóval mindenféle ilyen. De tulajdonképpen igazából most jelenik meg az 50. könyvem prózában, ez is valami. Annak örülök, hogy kitaláltak egy nagyon szép szót, ami nem létezett a magyar szótárban eddig. Orbán kitalálta azt, hogy a Kossuth díjasok között van egy személy, aki a nagy Kossuth díjas. És ez volt a minnyájunk által nem szeretett, de imádott színésznőnk,
Töröltsik Mari. Töröltsik Mari. Köszönjük szépen! Ja.